színben kellett egyeztetni, anyagminőségben kellett egyeztetni, ami harmonizál a templomnak a színével és minden egyéb ilyen dologgal. A piactér felújításának buktatóiról beszél Bozsonik Róbert polgármester. Ezek a földkupacok azt is jelzik, megkezdődött Bátaszék belvárosának egyik legjelentősebb fejlesztése, a piactér átépítése. A történelmi környezet miatt szigorú előírásoknak kell megfelelni a beruházás során. Körülbelül idáig volt eddig térburkolattal ellátva. Csak most teljesen elmegyünk hátra a kerítésnek a végig, ahol ki is van szedve. Mutatja a tervrajzot Bozsonik Róbert. A beruházás összköltsége meghaladja a 148 millió forintot. A kezdeti tervezéskor a teljes költség 102 millió forintos költségvetéssel bírt, de az árak azóta rohamosan nőttek, így a városnak is mélyen a zsebébe kellett nyúlnia a megvalósulás érdekében. Az utolsó akadály is olyan értelemben elhárult a piacberuházásunk elől, hogy a tavalyi esztendő végén megkaptuk a hivatalos értesítést, és mintegy 12 millió forint támogatás kiegészítésben részesült ez a beruházás. Hát sajnos ez az összeg nem fedi a teljes költséget, hiszen a kezdetekkor ez a beruházás még mintegy 102 millió forintos főösszeggel indult, ami most már 148 millió forintra rúg. Így az önkormányzatunk által vállalt 20 millió forintos önerő most már 52 millió forintra növekedett, de a képviselőtestület végül is olyan döntés hozott, hogy megkívánja valósítani ezt a beruházást, meg fontosnak tartja, hiszen a piactér a város központjában található. A beruházás kapcsán nem csak a térburkolat újul meg, hanem egy több funkciót is ellátó épületegyüttes is épül majd. A beruházás keretében egy korszerű, modern térburkolati felület fog kialakulni, tehát a mögött már látszik is az építkezésnek a fázisai. Parkolókat fogunk kiépíteni, és egy foghitelek megvásárlásával egy piaci épület is meg fog valósulni az elkövetkezendő időszakban. Emellett modern, mobil piactéri bútorzatot, egyéb utcai bútorzatokat fogunk elhelyezni, biztonságra is fogunk ügyelni, hiszen kamerarendszert fogunk felhelyezni, illetve hát a növényesítés is egy fontos feladat, faj telepítésekre is sor fog kerülni. Ezek a munkálatok igen gyorsan fognak lezajlani, hiszen, ahogy említettem, decemberben hatályba léptettük a kivitelezővel megkötött szerződésünket, és hát magának a projektnek 2023. június 30-áig már le is kell zárulnia, így hát az elkövetkezendő 4-5 hónapban nagyon komoly építési munkák fognak ezen a területen zajlani, és bízunk benne, hogy a nyárvégi rendezvényeket már egy megújult, több funkciós piac, illetve városi rendezvények tartással alkalmas területen tudjuk majd lebonyolítani. Az volt a cél a beruházás kapcsán, hogy egyrészt korszerűsítsük a bátaszékiek számára a piactéri feltételeket, másrészt bővítsük és korszerűsítsük azt a teret, ami egyébként rendezvénytérként is funkcionál. Ezt a kettősséget szerettük volna ebben a pályázatban elérni, reményeink szerint sikerülni is fog, és hát tényleg egy korszerű, megújult városközpontunk is lesz a beruházás által. Alapvetően egy olyan épület kerül megépítése egy foghi telken, ami egy igen komoly és 21. századi vizes blokkot is magába fog foglalni. Ez egyrészt kiszolgálja a piacközönséget, de ki tudja szolgálni a rendezvényre ide látogatókat is. Illetve annak lesz egy olyan helyisége, ami szintén több funkciós, alapvetően piaci napokon a piac feladataihoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat tudja ellátni. Rendezvények tekintetében pedig egy rendezvényközponti szerepkört is el tud látni. Azt gondolom, így tudtunk két legyet ütni egy csapásra. A piac elkészülte után az árusoknak nem kell a jelenleginél magasabb költségekkel számolni, mondja Bozsonik Róbert. Nem volt cél a piaci árak megemelése, sokkal inkább a feltételrendszer korszerűsítése, mint a piac, mint a városi nagy rendezvények esetében.